mentálisan is el kell fogadni azt, hogy esetleg vártunk
már a szabadtanulról tettek. Az alap, az mindig az már, milyen mozdulatot teszek, ilyen egyenes is mindig a súlyban maradtam, és én mindig uralok. Tehát nyugodtan menjél. Tehát benne van az ezt meghajol, de utána tudja, hogy egyenesen ki le, és akkor vissza. De ez az oktatásnak a folyamata, majd jönnek az edzők és kiküszöbbik. Most meg tudod mutatni ámblokban az egészet? 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Van egy helyzeted, rövid lépés, megpusztam energiát, tegyél bele a rendvezetésbe, abban az időben, amikor lementél és elléptél, egy időben húznak. Mielőtt leér a lábam, már kezdem húzni. Igen. Majdnem, már leért a lábadat, tehát a húzás az ebben az egy időszakban, amíg megyek. Jön a kettes, könyökbe tol, elviszem. Hálamas, nem onnan kezdünk, középen vagy, onnan kezdünk, és egy rövid lépés, de már azzal a lendülettel viszem is a kezdet. Igen, az az. És most jön az utolsó. 4-es. Kis tolás, most csak lesüljük. Hopp, és már megyünk is. Jó, gratulálok. Szuper, hogy csináljuk, nem? Oké. Köszönöm szépen. Tehát ezzel csak egy ilyen rövid demonstráció volt ahhoz, hogy összekötök mozgásokat, lehetőséget mutatok megoldásokra, és aztán megcsináljuk. Rövid időszakban megint használtad. Ó, jól látom, ügyesek voltatok. A következő, amiben Tamással konzultálva, adott egy kis szabad kezet, és ha megcsinálni nem tudom, de aktív részese vagy megalkotója voltam a felrúgós emelésnek, hogy miért is jött el ez a felrúgós emelés, roppan népszerűen odalépünk, és aztán azt látjuk, hogy felrúgunk. Most erről szeretnék egy nagyon rövidet. Ez akkor érkezett a repertoárba, amikor szabályváltozás. 3x3 keresztül leszűkítették, és aztán letették a virkózókat. Előtte nem nagyon volt kötelező partner helyzet, tehát maga a virkózás végése is akkor állt, hogy kicsit kitámasztunk, kicsit mozgolódunk, lentről, tehát tulajdonképpen egy új szituációba érkezett. Nem voltak ezek a folyamatosan lemorzsoló, csúszok előre, mászok helyzet, és akkor ebből aggódott a felrúgós emelésnek. Az egész mozgássorozat az onnan indul, hogy a térdemre fogom, felhúzom, tér segítséggel felállok, egy rövid lépést, és utána elindítom a felhúzást. Ma már átalakult, mert másnak mozgulnak, még mindig van a hátsó alsóból, felhúzzák és rúgnak. Könnyű súlyt kérem le. Onnan indult ki, várjál, majd egy picit később visz. Onnan indult ki, hogy a lába, amikor bent megfogva a derék, a derekat, törzset hátrafelé húzom, ide föl a csípőn. Ide föl a csípőn. Egy időben belép ide a lába, és a láb nem emel, hanem kifelé fordította. Innentől leragadtunk a lerögzített helyzetbe, egy lépés meg kell lenni, a láb befordult. Mert ha egyenesen hagyom, akkor a saját lábamra befordult a láb, onnantól elindult az emelés. És az emelés egyetlen egy érdekessége, ami különböző mostanában, hogy egy időben indult el a két láb együtt, és elengedtek, fölhúztak. Ez az 5 centi után jött a
másik. Elindítottad, úgy demonstrálom, hogy ha két lábon egyszerre van a súlypont, az ellenfélnek a terhe nem tud rúgni, mert lenyomja. De ha elenged, elszakít, onnantól kezdve már, ha elindult a rúgás, az az 5 centi nekem bőven elég, hogy utána már befejezze a rúgmozdulatot. Tehát a felrúgásban ezek nagyon fontos, több mindegy, hogy most hogy csinálják, hogy innentől, és akkor húz egyet, a legfontosabb, hogy egyszerre indítom az elejét. Az ellenfél testsúlyát föl, és utána jön a rúgó. Mert akkor már könnyen fordítja át. Meg tudod csinálni? Úgy csinálod, de igen. Úgy föl, belépsz. Igen. Lehet. Szuper. Lehet látni, hogy alakul a fogás. Rengeteget alakul. A mi időnkben ez, amikor először főhúztunk, akkor még csak oldalra mentek a fordulás. Most már a felrúgás a fejre mennek. És akkor még próbáltuk ugye kézzel támaszkodni, utána már ideig van elfordultak, most már azért kell a fején keresztül rúgni, mert ma oldalra nem nagyon tárt. Lementek, lepazdulnak. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy egy ilyen emelés, vagy bármilyen dobásos technikának nagyon fontos, melyik az a pont, ahonnan én minden szituáció, minden körülmények között eldobom az ellenfelet. Tehát ha én tudom, hogy amikor te már itt vagy, akkor én már bármit csinálsz, megcsinálom az arcot. Ha ezt tudom, és magamnak tisztáztam, akkor a következő legfontosabb kérdés, hogy az alaphelyzetből hogy jutok el eddig a pontig. És arra kell a munkának a 80%-át tenni. Maradék 20 pedig, mert egyben megy. Mert a dobás az tök mindegy, hogy szalkot dobok, vagy hátsó-alsó dobok, a végén a mozdulat ugyanazt tudom, hogyha már rajta van, akkor már egyén vagy eldobok. Ugyanaz a szalkot már is megfogtam, tudom, hogy idáig eljutottunk, akkor annak már bármit csinálsz, a vége az, hogy vagy négy, vagy kettő. Tehát ennél a pontnál is ugyanaz a fontos, tehát rengeteg energiát kell beletenni abban, hogy a kezdő semleges pontból hogy érkezek el odáig, hogy én fölemelem. Ha már ez egyéb ez a technika, akkor saját magamnak meg arra kell energiát tegyek, hogy azokat az izmokat megerősítsen. Tehát ha visszatérünk, akik végén emeltek, azok akkor edzés végén akkor leálltak. Bemozdultak, lefordult. Csináltam itt a jusszok előtte a mozgást, a lábvédést, a betámadást. Tehát a kötött fogás ugyanúgy, ezek meg üresnek, de ennek a csípőnek, tehát ennek hajlékonynak kellett lenni, ennek tudnia kellett fölemelni, megütted az ember. Húztad, rátettek. Tehát innentől, hogy jöttek a játék, megfogod, fölemellek eldobban hozni, védkihatodat. Tehát egy idő után, amikor már egy magas szintre jutsz, ahol mindig adni kell valamilyen új érkőzést. És az az egyéni, hogy ebből a helyzet, hogy jutsz el addig a helyzet. Most azoknál, a mostani részben most nagyon sok emelés megy a mellé lépéssel, oldalra lépéssel. Csak egyet emelek ki, hogy egy Tibilov nevű, ha láttátok a bronzmeccsét, vagy a döntőbe jutásért talán azok másik orszal, vagy valamelyiket, az már várta. Tudta, hogy melyik oldalra vér, beállt, bemozdult, beállt, bezárt, nem tért még lenni lépése, nem tért lenni lépése. És akkor magad egyet a másik oldalról fölvette, nem akart, hogy semmit csak megemelte, és ő saját maga előnél dobta, és úgy tette le, azért, hogy a másiknak úgy kelljen érkeznie, hogy a keze kinyíljon. És ahogy kinyílt a keze, már érkezett mellé is fölvette.
Ezzel a felrúgással kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Még egyet? Jó. Elég, ezt imádtam benned az őnyegén, és mindig én ott az edzésen, és nagyon jó gyerek volt, de szeretett a kezdeni. Örülök, hogy nem változtam. Köszönöm szépen, ne hagyjatok elparadozni, szép napot kívánok meg!